Én időmben nem voltak négyszögű trék. Valamit nem stimmel. Nem logikus. Jó, hát igen, ez egy kicsit csak a bhakta közösség, akkor jelenti, hogy nagyon bhaktikus. Nem tudom próbálni ezt a következő órát, vagyis fél órát átadni, és sajnos nektek nincs magyarul ez a másik rész. Én most másodszor olvasom, inkább tanulom Brihad Bhagavatamritát, és pont most vagyok, Vaikunthán. Igazából harmadszor, mert előbb egyszer elolvastam, nem, többet harmadszor, negyedszer egyszer elolvastam, túl sok átapróból, nem, ami ott voltak sok dolgok, amik nem működtek, nem érthető volt. Mondtam azt a példát, volt egy példa, hogy milyen fontos fordítás az ezelőtti bhajan fejezetben, amikor a Vaikuntha Dútát mondják Gokumarnak, hogy neked kell hallani Srimad Bhagavatamot arra, hogy tudsz előre haladni. És úgy amit mondanak az, hogy itt a felszabadulás Mahakálapúron túl nem tudsz menni, ahogy te most gyakorolod a mantrázást. És akkor azt mondják, hogy ahogy Kusukatpur fordított, azt mondta, hogy most mondjál mindenről le, mondjál le a mantrázásról, és menj vissza Vrindavanba. Gopi Pranadas úgy fordítja, hogy mantrál le a formális mantrázásról, mondjál le a mantrázásról és a mantráról, és menj vissza Vrindavanba, ami nem jelent semmit. Akkor vége van Brihad Bhagavatamritának, hogyha lemond a mantráról és a mantrázásról. És Gopi Pranadas megmondja, hogy mondjál le a formális mantrázásról, és tanulj meg extázissal mantrázni, az alapon, hogy társulsz baktákkal, és hallod a Srimad Bhagavatamot. A kettő nagyon külön jelentősége van. De az volt először, az nagyon régen volt, amikor ezek kijöttek 10-15 éve, aztán amikor ezek a könyvek kijöttek, ezt elolvastam, az volt másodszor, akkor harmadszor volt, amikor a második részt olvastam, mert a másodikat szerettem jobban, mint az első. Akartam kérdezni, hogy nem tudom, hogy nektek melyik jó, de még nem olvastátok a második. És csak azért, mert a második az úgy rögtön lehet vele azonosulni. Azért, mert ez a kutatás, keresés. És aztán most megint visszamentem az elsőre, és befejeztem azt, és visszajöttem a másodikra, és ti befejeztétek az elsőt, ahol a csodálatos versekkel, amit
amiket Nára Muni mond, és Krishna mond, az áldást, amit kér az odaadó szolgálat és a baktáknak, és amire Krishna válaszol. És akkor ez a bevezetés a második részre. És egyáltalán volt szó második részre? Semmi szó. Semmi. Ugye a Brihad Bhagavatamrita egy történet. Történelmi esemény, historical event, igen, történelmi esemény, nem egy mese, nem egy regény, nem valami, amit valaki kitalált. És Sanatan Goswami úgy írta korábban, hogy ez Jaimini Rishi, akit még eddig, amikor olvastunk Srimad Bhagavatamba, úgy ismertük, mint egy materialista, mert az egyik materialistikus filozófia, de kiderül, hogy ő is, hogyha ő nyilvánít valamit Sanatan Goswaminak, akkor nem materialista, akkor bakta, és nagy bakta. És hogy Jaimini Rishi nyilvánította ezt neki meg. Most hogy, annak a részlete, arról nem tudunk. És egyik nagyon érdekes aspektusa, amit most nemrég, amikor találkoztam Jaidvaita Maharajjal, aki ugye a fő editorja a könyvnek, és hát ez a könyvnek a irodalmi szimfóniája. Ez úgy hívjuk, mint a arany standard. Szóval ez igazából szép, gyönyörű abban van. És ugye ő volt Prabhupádnak a fő editorja is. És kérdeztem, hogy miért nincs ebben a könyvben sehol említünk. Nem szerepel úgy sétálni az egész, érdekes dolog, hogy nincs. Hanem, hogy Kumar találkozik, vagy Nára Muni találkozik, Chaitanya Mahaprabhuval, és nincs a szövegben, nincs Chaitanya Mahaprabhu, ami nem egy hiány, csak egy érdekes dolog, érdekesség. És ez a része, ez megy hét fejezetbe. Vairagya, lemondás, gyán, tudás, bhajan, imádat, vaikunta, lelki világ, szeretet, prema, abhishta lábha, elérni minden vágynak a célját, és a jagad ananda, a világnak, világoknak a öröme, extázis. Hosszú fejezetek. Amikor írtam Krishna Samvati könyvet, aminek bevezetése a hosszú volt, és akkor ők még editálták Brihad Bhagavatamritát Govardhanba, és azonban 70 oldal hosszú volt, és akkor később Bharati Maharaj, aki meg a másik editorja volt, mert már azt mondta, nem lehet, és 70 oldal, bevezetések nincsenek 70 oldalok, fejezetek nincsenek 70 oldalok. Azt mondta, mert én meg használtam a PDF, ami ő dolgoztak, és akkor mondtam, ne viccelj, de nézzétek, hanem 200 oldal az a ti könyvetek, és akkor abban úgy megszöktem, hogy lehet olyan hosszú, nagyon hosszú. Szóval itt van első fejezet 200, második 250, harmadik 160, a ötödik 260, a hatodik az
290, és a hetedik kép megint 260 oldal. Ez hosszú. És ugye a különleges dolog, amiben ti is találkoztatok, hogy Szanátum Goszvami magyarázza a saját könyvét. Vagy nem a saját könyve, a szöveg az vannak sok példa Chaitanya Charitamritában, amikor lehet látni, szóval idézve vannak olyan könyvek, olyan versek, kronológiában, amik még igazából nem voltak leírva. Szóval Chaitanya Mahaprabhu idéz verseket Sanatana Goswami-nak, Rupa Goswami-nak, amik ők még nem írtak, ami majd még csak később fognak írni. És ugye feljön ez a kérdés, hogy hát ez most hogy van, ez az Kaviraj Goswami, ugye, csak úgy kitalált valamit, és elfelejtette, hogy ezek a könyvek nem léteztek. És aztán ez van máshol, csak gondolkod, de Chaitanya Charitamritában nagyon sokszor történik, nem csak egy párszor, hanem sokszor. A dolog az, hogy vannak irodalom, ima, énekek, amik örökké léteznek. És szóval nem, hogy ez most valaki írja, hanem csak valaki leírta az, ami mindig van, Krisnának a dicsérete. Mint Chaitanya Mahaprabhu, ugye találta ki a Maha Mantra, tehát nem a Maha Mantra mindig létezik. És azt mondom, a Simad Bhagavatam, Vyasadev kitalálta a Simad Bhagavatamot, vagy Simad Bhagavatamnak a verseit. Nem, Simad Bhagavatam örökké van, Bhagavad Gita hasonlóan. És akkor a Purana, szóval a Véda örök tudomány. Azt mondjuk, hogy jó, Vyasadev leírta a védikus szentírodalmat, tehát mindig létezett. És az, hogy valaki magyaráz valamit, vagy szándékos van magyaráz, azt jelenti, hogy igazából neki van a magyarázata, és ő leír egy szöveget, aminek ez a formája, a tartalma, és nem beleírja a magyarázatot, hanem hozzáír magyarázatot. És persze ennek a könyvnek, amit ti fogtok majd olvasni az érdekességgel, hogy nem csak Sanatana Goswami írja a magyarázatot, hanem a magyarázatban benne van Gopi Pranadanprabhunak a magyarázata, amikor valami Sanatana Goswami ír, az úgy ő nagyon egyértelműleg veszi, mert a csalják általában, hát nem általában, ők szanszkritul írtak, és aki ugye szanszkritul olvasott, akkor az már egy tudós volt, és ezek voltak művelt emberek, akik automatikusan értettek, hogy tudtak dolgot, szóval van, amikor versek vannak idézve, és nem is, hogy honnét, már csak úgy egyértelmű, hogy a diák tudja, vagy az olvasó tudja, hogy honnét van ez a vers, nem kell neki megmondani, hogy ez most Padma Purana, ez, vagy csak azt mondják, hogy Sri Padmé, és akkor úgy, és akkor most te is, nem tudom, 40 ezer versről, hogy ez most melyik vers. És hasonlóan vannak olyanféle kifejezések, amik, hogyha valaki nincsen a kultúrába, a kontextusba, akkor nem érthető. És akkor itt nem csak Sanatana Goswami van, hanem Gopi Pranadanprabhu is van. És amikor nem lehet tudni, na most kibeszél. És az is egy érdekes dolog. Okano professzor, ő most nemrég meghalt, ugye? Én azt hiszem, hogyha jól emlékszem, ő Toronto Egyetemben nagyon híres lett, híres
indulós, ugyanolyan, vagy most tudom, hogy pont mi volt a szakmája, de lehet látni, hogy benne van az első kötetben, és úgy körülbelül egykorú volt, mint én, és 1975-ben találkoztunk vele. Ő hozta a Prabhupád Isten testvérét Van Marázsot Montréalba. És akkor oda elveszette, és akkor oda rakta a templomba, és akkor ettünk, és nagyon kedves volt, és nagyon úgy képe volt a Krisna tudat mozdalommal, és úgy nagyon pozitív volt. Ez nekem mindig egy ilyen, mindig próbáltam gondolkodni, hogy kik ezek a indulógusok, mindig Puskás Judikról, őrel is gondoltam, hogy ezek most, ezek a múlt életükben, hogy gyermek voltak, akik úgy megközelítették Krisna tudatot, de nem tudtak, nem volt igazából nekik elég svele arra, hogy bakták legyenek, vagy hasonlóan ilyen brahmanák, akik ilyenféle Vaishnav közösséghez érintettek, de megint hiányzott bennük az a sorra. Emlékszem, nekünk volt Angliában a Kim Nutt, aki Newcastle Egyetemre tanított. És ő volt az egyetlen, akit ismerek, ilyen akadémikus, aki, amikor ő elkezdte olvasni Prabhupád könyvét, akkor ő rájött, hogy itt most nem elég ez csak olvasni vagy tanítani, ez most a valóság, és ezt gyakorolni kell. És ő avatott lett, avatott bakta lett. Aztán voltak egyházi zűrek, ami egy kicsit úgy eltávolította. Szoktam, amikor még fel szoktam látogatni, vagy utazni Angliába, Newcastle-ba menni, vele találkozni. És ahogy ő vezeti be professzor Kano egy nagyon szép magyarázatot, akkor hangsúlyozta ezt a dolog, ez a szövés. Vizsgálat. Keresés. Ez a keresés. Csak angolul az a szó search, az itt arról van szó, hogy mi itt vagyunk, ugye keressük, mi már tudjuk, hogy mi a cél, szóval már nem keressük a cél, és ez igazából a Brihat Bhagavatam Gitának egyik egyértelmű alapja, egyértelmű része, te már tudod, hogy ki Isten, és már tudod, hogy Bhakti az út Isten felé. Ez a kettő dolog már úgy nem egy közönséges keresés, hanem ez már úgy valaki, aki megtalálta az utat, de az úton akkor van a kaland. Keressük a tökéletességet, keressük, hogy fogjuk ezt elérni. És azért szent nekem nagyon rokon szent ez a könyv, mert ez végre ez rám szól, ez rátok szól. És itt akkor a kérdés, amikor olvassátok, hogy melyik fejezetre vagytok. Mert ugye már a Vairagya, akkor hát még a Vairagyának is aspektusa, ami hiányzik, vagy lehet, hogy hiányzik, legalább az a féle Vairagya, ami Gokumar bemutat. És itt vagyunk, gyakoroljuk a Krisna tudatot, énekelünk Hare Krisnát, csapázunk, és mindenki akkor
tudok beszélni, mert hanem fényképezem. Mindenki a saját színában, mindenki egy másik fejezetben van. És hasonló fejezetekben vannak, de ezek a szintek, és itt Szanátan Goszvámi úgy megmutatja, hogy mi az út, hova, mind kell nekünk átmenni, mik a lépések, mik a kihívások, hol lehet finomítani az egész dolgon. Egyetlen panaszom, hogy nagyon már különleges szereplő van, nem elég közönséges Gopkumar. És ugye, mert Gopkumar származik Govardhanból. Hát nem tiszta ez pont, mikor történt. Nem fér be ebbe a korba, mert itt Brahmandák mennek el időbe. Szóval ez valamikor a múltba, vagy még lehet, hogy nem is érvényes itt most idő, de valamikor, mert történelem, akkor történt egy időpontban a múltba. És ugye az első, az Narada Muni. Narada Munit ismerjük, Srimad Bhagavatamban ő is teljesen mindenhol van. Elsőtől a 12. énekig, 12. énekben van Narada Muni. Hát a 11-ben van, nem hiszem, 12-ben szerepel. De már lehet, hogy mindegyik énekben szerepel Nárd. Tudjuk, hogy mi múlt élete, tudjuk, hogy mi ez az élete, ez előző élete, az előtt élete, mind egy Gandharva, azon kívül, amellett, hogy ő meg egy örök társa, Urna Ryan-nak. És akkor hát ő már majdnem önmaga egy saját tattva, mert ő egy saktavés avatar. Ugye, ő a bhaktinak a megszemélyesítése, és ő különleges személy. Szóval úgy, ha jött volna Szanátan Goszvámi, és megkérdezte volna tőlem, nem hogy elvárom, hogy megkérdezni, de hogy hát, ki gondolod, hogy ki kellene a hős, Gopkumar a hőse a második résznek, akkor mondanám, hogy én. Vagy a második résznek nem Gopkumar, mi a barlat, mert valaki, akivel tudok viszonyulni, aki jobban, ugye, mint nekünk Srila Prabhupada, mint a Acharya, ő a hős, ő sokkal ilyen viszonyulható személy. De itt van Gopkumar, Govardhanba származott. Amikor én elkezdtem menni Govardhanba, mondjuk 40 évben, lehet, hogy ott él 10 000 ember maximum. Szóval ugye most is, akkor is a Vrindavan városba, ki volt Vrindavanba, majdnem mindenki, akkor 50 000 ember volt. Most több százezer, 200-300 000 ember van. És szóval 10 000 ember az univerzumnak a legkiválóbb 10 000 embere, mert ez a legmagasabb. Ugye Várkonban nem születik senki, illetve csak állatok, szóval Govardhanban az ő már, és lehet látni, majd fogjátok látni, hogy ő már tiszta. Még hogyha avval kezdődik, hogy nem is tud semmit, és sosem követett el bűnt, neki a elméje sosincs zavarba, valamiféle ér, érzékkielégítés felé, ő elmegy a mennyi bolygókba, ott vannak az abszarák, ezek a dolgok, nem is figyel oda. Neki nincs, ezek nem, neki nem bűgy, neki nem probléma. Ami, hogyha ugye mi fordítjuk azt, akkor mi úgy gondoljuk, hogy valakinek nincsen anyagi vágy, akkor ő már tiszta bhakta. De ő meg ebben kezdődik.
ő már itt kezdődi a panadot. És az érdekes dolog, szóval itt a Brihat Bhagavatamritának egyik nagyon fontos fonala az, hogy még ha valakinek nincs anyagi vágya, de nem elég. Nem elég, hogy anyag. Mert és van mantra, és van guru, de még mindig kiderül az, szóval ez a rész, amit említettem, hogy eljön Mahakala Purva, ami Sanatan Goswami egy ilyen teljesen új elképzelés ugye, ad nekünk, hogy hogy néz ki a Brahma Jyoti, mert ugye általában a Brahma Jyoti az egy ilyen fényes, és ő megmondja, hogy sötét. Nagyon különleges dolgokat mond Brihat Bhagavatamritában, ugye Sanatan Goswami mindig azt mondja, hogy igen, Vaikunthában nincsenek démonok. De vannak. Vannak démonok. Hogy Vaikunthában ott mindig Krisnával vagy, és Krisna sosem nem megy el, de elmegy. Szóval nagyon részletesen megy be, és nekünk nincs. A Bhagavatamban, a harmadik fejezetben, aztán a tizedik ének, a harmadik énekben van, Brahma látja a lelki világot, de ilyen részlet nincs. És nem csak, hogy egyszer, mert Gokkumar jön, megy, jön, megy. Szóval nem egy közönséges hős, nem kezdi, ahol mi kezdjük. Kali Yuga test, Kali Yuga elme, nekünk már kontrollálni az elménket egy nap, az már Nirvana, hogyha sikerülne egy ilyen dolog. Szóval ő egy kis tehénpásztor fiú, és már tehénpásztor fiú. És az érdekes dolog, hogy még amikor ő már felszabadul, és visszamegy a lelki világba, ugyanúgy néz ki, mint ahogy így. Szóval az ő szvarupja, a neve meg fog változni, de a lelki teste, az ugyanúgy néz ki, mint ahogy így volt a növényben. És még a szubstancia változik. Teljesen lelki lesz. Egyszer, amikor visszamegy Vrindavanba, és ott mantrázik. A mantrának a hatásával át látja, hogy anélkül, hogy meghal, mert a szvarupot általában úgy kapjuk meg, vannak, hát még Narada, ő is el kellett hagyni a testét arra, hogy megkapja ugye a lelki Narada testét, szóval a mosonő fiának a testét el kellett engedni, és akkor jött a Narada test. Ő neki csak úgy mondta, hogy hát észrevettem, hogy átváltozik a testem lelki szubstanciát. De ugyanúgy néz ki. Még a furulája is ugyanaz marad, csak anyagból lelki lesz. Szóval nem közönséges, nem elég közönséges a figurája, de még mindig a lépések, amin át megy, az nagyon különleges. Fogok próbálni egy párat hangsúlyozni, azok a dolgok, amik nagyon megmaradtak velem. Amik nagyon megmaradtak velem, és ahogy mondtam, még ha ő tiszta volt, a fontos dolog volt, amin át lehet értékelni itt a fontosságát a főiskolának, hogy itt van valaki, aki vágytalan, anyagi vágytalan, akinek hihetetlen bizalomja van a mantrájában, aki hát mondjuk 7-8 éves korban, és ebben kezdődik Vairagya. Mit jelent? Gurúja találkozik a gurújával. És az egy gyönyörű szakasz, hogy ki ez a gurú, amikor Gokumar
először eljön Vaikunthába, az már itt a hatodik, negyedik fejezet, és akkor ott üdvözöli Urnavayan, és Urnavayan mondja, hogy örülök, hogy végre idejöttél. Én néztem a szöveget, hogy szanszkritban van a szó, hogy visszajöttél, de nincs, ott nincs, mert ez Vaikuntha. És nagyon örülök, hogy végre eljöttél. Annyira vágytam és vártam, hogy hozzám fogsz fordulni, de nem láttam, hogy nem, mert voltál merülve mindenféle anyagi cselekvésben. De nem tudtam mit csinálni, mert nem tudok ellene menni azoknak a törvényeknek, amik én magam meghatároztam, ami a védikus rendszer, hogy fejlődik valaki a lelki életben. De végre akkor én döntöttem, hogy én fogok megnyilvánulni, mint a lelki tanítómester. Szóval Kokumar akkor találkozik a lelki tanítómesterével, aki egy szádú, szóval ő tehénpásztor fiú, tehenekre gondoskodik, Brindávonban most is vannak, amúgy ott már sajnos annyiféle más dolgok történnek Brindávonban, hogy már a tehenészet nem annyira egy fontos téma, és itt van egy szádú jött, és ők úgy látták, és a fiú találkoztak, úgy kíváncsik voltak benne, látták volt, amikor van extázisban volt, és úgy hemperget volt, amikor velük játszott, a gyerekekkel játszott, és egy különleges értékelés kiépült Gokumarba, hogy látta, hogy ez a szádú, hogy nagyon különleges személy, és akkor végre ez volt az első, az ő bizalma, kíváncsisága. És akkor egy nap a lelki tanítómester, akkor az a szádú, akkor mondta, hogy ment fürödjél, és fogok adni mantrát, és akkor adta neki ezt a mantrát. És Gokumar elkezdte ismételni ezt a mantra. Szóval volt neki ez a mantra, és bizalom ebben a mantrában, és volt a legtanítómestere, ezen kívül semmi nem tudott. És amikor azt mondom, hogy semmi nem tudott, akkor úgy lehet elképzelni, mintha itt Magyarországon egy valasz mennyi tud a védikus elképzelésről, a teremtésről, univerzumról. Szóval nem tudta, hogy vannak felső bolygók, hogy vannak félistenek, nem tudta, hogy ki Isten. Ő csak hallott, volt ez a Gopal, akinek a neve van a Gopal mantrájában. És azért, mert társult a gurujával, aki nem tudott neki, nem mondott neki több más dolgot, mint itt van ez a mantra, mondd ezt a mantrát, és majd tökéletességet elérsz, és eltűnt. Többet nem tudott. De ez elég volt, ez lehet látni, hogy milyen nagy potenciálja van a társulásnak egy nagy vajsnáknak. Hogy ilyen érthetetlen, mert nincs igazából ok, nincs neki tudása. És ez, ami korlátozza, hogy milyen messze megy el, és azért a Vaikunthák, amikor itt végre találkoznak, mondják, hogy jó, bocsánat, Srimad Bhagavatamnak a tudása nélkül, a odaadó szolgálatnak a tudománya nélkül, te mostában tovább nem tudsz menni. Szóval ő látja Garbhadakshaya Vishnut, látja Vamandevet, látja Jagannathot, Jagannathtal beszél, Jagannath megnyilvánítja magát, ő látja Mahakala, látja az Úrnak a formáját, amiből jön a Brahma Jyoti, de ennél távolabb nem tud elmenni. Miért? Mert nem érti, hogy miről szól, nem tudja a tatvája a baktinak, az odaadó szolgálatnak, és anélkül ez a, lehet, hogy van neki ragaszkodás a mantrázásra, de nem tud sírni. Nem tud extázisba énekelni, nem tudja spontán
énekelni a mantráját, és nem érti, hogy pont mit csinál. És tudatlanságban nem lehet gyakorolni az odaadó szolgálatot. És akkor kell neki visszajönni, és Pattiba jött, és tanult, és akkor így folytatta. Így lett sikeres, és akkor ment megint előre. Szóval ez a Vairagya fejezet, röviden ez erről szól. Ez arról szól, hogy itt van ez a 8 éves fiú, és amikor találkozik Sadhuval, és megkapja a mantrát, ez a kettő dolog elég, hogy ő csak, de akkor keresi, hol van Gopal? Most ki ez Gopal? És akkor ott hagyja a családját, ott hagyja a szüleit. Nem beszekedtek, nem verték, nem volt rossz, nincs semmi, csak ott hagytam. És annyira egyértelmű, szóval azért Vairagya Vidyána Nidzsa Bhakti Yoga. Ugye Chaitanya Mahaprabhu ezt Sarvabhauma Bhattacharya írja, hogy ez a kettő dolog, ami szükséges a lelki életre, Vairagya és Vidya. Vairagya már van neki, ez nagyon erős, ebben kezdődik, de Vidya az hiányzik, és amit itt olvastok a következő fejezetekben, ez mindig, hogy az ő Vidya, a tudása mindig magasabb, 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 és másoktól lesz tanítva. Tanul Indrától, Brahmától, Sanat Kumartól, Vaikuntha Jutáktól, Úr Sivától, és mindig akitől tanul, az csak folytatja a következő lépést, ugye, ahogy nekünk is van a tanulás, akkor mindig megyünk ebbe az osztályba, a 5. osztály, a 5. osztályt követi a 6., a 6. követi a 7. Krishna így rendezi el, hogy mi is hogy vagyunk tanítva. Lehet, hogy Úr Siva fog tanítani, lehet, hogy Narada, de az végre mindegy, a dolog az, hogy ugye Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bich Krishna rendezi el, hogy tudjuk kapni azt a lelki tudást, ami mindig a következő lépésre emel minket. És akkor ez más személyeken átjön. És emlékezzetek, hogy ez csak egy élet, de az ő élete nagyon hosszú. Teremtések mennek és jönnek, olyan hosszú évek. Miért? Hogy a mantrájának a hatásával. Szóval ez egy ilyen alapvető és egyféle valóság és tanulmány, ami átmegy az egész könyvben, hogy mennyi erő és lelki siker jön valaki, akinek van ez a, ugye, Krisna magyarázza, hogy elszakíthatatlan bhakti, avyavicárén a bhakti jogén a szévaté, amikor van ez az avyavicárén is rajta a szent névben, és amellett persze nem követel sértést. Szóval nem nagyon tiszta szívű, vagy igazából ugye námabás, sudanámat énekel, mindenféle csodák történnek. Egyik bolygóról a másikra, mert megy, nem hal meg, átváltozik a teste, lelki testre, már minden kezdő bhakta beszél, a Jagannath beszél hozzá, ad neki személyes utasítást, szóval mindenféle csodák tudnak történni a mantrának a hatását. És hogyha akarjuk valamennyire egy olyan transzendentális szintről akarjuk hasonlítani, akkor a Maha mantra, amit mi énekelünk, az még erősebb, mint az a Gopal mantra, amit ő mond. Szóval ezt mi is tudjuk csinálni, csak szükséges, hogy legyen ez a féle erő. Szóval kezdődik a Vairagya,
és már a második fejezet jön a gyán, amikor már kezd menni, először itt a Földön jön és megy más helybe, és az érdekes dolog, hogy nem csak anyagi, nem csak lelki sikereket ér el, hanem anyagi. Abban elkezd, hogy elmegy egy országba, mert itt most mindig keresi. Szóval itt a keresés. Keresi, hol van Gopa. És Gopa keresi. De nem tudja, hogy hogy néz ki, és nem tudja, hogy ki, és hogy hol van, és hogy hogy néz ki. És akkor elmegy egy királynak a birodalmába, ami, na most ez a király, ez Yudhisthira Maharajnak egy alá rendelt király, ami úgy érdekes, mert az ugye, nem régen volt, de nem szükségesen most ez a korban volt Yudhisthira Maharaj, lehet, hogy egy másik időben, de ha jól emlékszem, ő említve van. És a király egy nagy bakta, és ő imád egy Vishnu formát. És amikor ugye Gopal mindenkit kéri, hogy hol van a teremtésnek az ura, és akkor mondják, itt van az úr, és akkor ez oké, akkor ez Gopal, ez a Murti Gopal. És nem, hogy csak aztán ő ott jön és imádja a Murtit, de a király meghal, és ő lesz kijelezve, mint király. De nem öltözik, mint király, nem lesz elcsábítva, és végre túl nagy konfliktusba jön neki ez a felelősség, mint király, és a lelki gyakorlat, és ott hagyja. És elmegy. Átadja, és ott hagyja. Elmegy Puriba, és akkor itt van Gopa. Na, akkor itt megtaláltam Gopa, és csak úgy elfogadja, aki mondja neki, ez Gopa, aki akkor az. És akkor most itt van az univerzumnak az ura, akkor ő univerzum ura, és mindig nem elégedett. Nem, és ő nem tudja, hogy miért nem elégedett, persze azért nem elégedett, mert nem Gopa, akivel társul. Még amikor az úrnak a ura a társul. Garbhodaksai Vishnuval akkor nem elégedett. Amikor elmegy Vaikunthába, még Urna Rayana, még ott se, és nagyon rosszul érzi magát, hát ez már igazából az univerzumnak az ura, de még mindig nem elégedett. Mert nem Gopa. És amikor Vaikunthába Urna Rayana megnyilvánítja a formát, mint Krishna, még az se elég. Mert egy másik dolog, amikor Narayan lesz Krishna, mint amikor Krishna, Krishna. És érzi, de nem érti. Szóval érez, de nem ért. És akkor nem mond. Puriba megy, és akkor ott lesz a király. Arról is nem mond. Elmegy Indralokába, mert akkor azt mondják, hogy jó, ott van Indraloka, akkor mond a mantrádat, ugye? Itt már eddig megtanulta azt a dolgot, hogy nem csak lelki dolog jön a mantrájából, hanem anyagi dolog, ami egy veszély nekünk is, mint gyakorlók. Szóval akkor, hogy kezdődik? Jatkat szankalpa bóvatsza. Szóval egyszer a gurujával találkozik, és a guru mondja ezt a mantrát, hogy nijam japa, nem, nijam mantra japasati. Hogy vigyázzál, mert amire vágysz, ez a mantra kiteljesít. Amikor ismételed ezt a mantrát, vagy amilyen vágyod van, akkor ez a mantra meg fogja valósítani. És hallja, hogy az Úr van mennyi bolygón, Indralokán, ott van az Úr, mint Indrának az öccse, Vámandév, Indrának az öccse, és akkor oda akar menni. És akkor oda viszi a mantra. Szóval tud utazni, ugyanúgy, mint Nárda, tud utazni egyik bolygóról a másikra, aztán
Mert ez a gyána, ez amikor már elmegy a föld, és akkor megy Indralókába. Indralókából akkor megy Tapalóká. Tapalóká. Szóval felmegy, ahol vannak a gyánik, a jogik, akik csak úgy meditálnak, a kumarák, aztán elmegy Brahmalókába. Indra lesz, mert Indra valami sértés követett el, és akkor el kellett neki tűnni, és akkor ő most az Indra, elmegy Brahmalókába, jön egy démon, és akkor elfut Brahma, és akkor ő lesz az univerzumnak az irányítója. De sosem csábítja el az ő céljától, sosem fog elmerülni abba a anyagi gazdagságba, amit lehet, és mindig lerajzolja, aztán már úgy valahol a szók már nem működnek, mert ugye mondja, hogy milyen tökéletes a mennyi bolygó, és akkor azon függ a tapalók az, mert ezerszer annyi, és aztán ramalók, amíg annyi, és aztán meg megy át az univerzumnak a burkolatain, és ott látja azoknak a ugye személyiség, irányító személyiségét, és ugyanakkor az Úrnak a formáját, a Brahma, az univerzum fedésén, és de mindig megy. És ezeken a helyeken hall másféle dolgokat. Hall a vitát, a puránák, és a más sászfrák között, hogy igazából mi az életnek a célja, ez amikor Brahma, mert a Brahmalókán ott vannak a másik szentírások, mint személyek. Szóval ott van a Gopal Tapani Upanishad, és ott van a Srimad Bhagavatam, és ott van a, és így szóval ők, ugye, mert minden személy, nem, de ezek a szentírás nem csak könyvek, hanem ők személyek. És akkor ők beszélnek egymás között, hogy ki van, hogy igaz. És hogy igazából mi a legfelsőbb, életnek a legfelsőbb célja, és így van gyen, így van tudás. És aztán ezen túl megy, ugye ebből a gyennel, ebből a tudással hallja a vitát, hogy mi jobb? A szankirtan, vagy a meditáció, ez amikor van tapalókán, és ott van a kumarák, és lehet ilyen hihetetlen csodát, tudod, hogy ők mind el vannak merülve, és ők szolgálják az Úrt a meditáción el. És amikor Gopkumar őket látja, amikor ők meditálnak a Krisnán, mondjuk meditálnak az Úrnak egy formáján, az ő testük átváltozik arra a formára. Ő az lesznek, ami meditálnak. Olyan mély a meditáció, tadhátma. És akkor ő így hallja ezt a dolgot, hogy igazából neked nem kell sehová menni, csak maradj, ahogy vagy, ami egy nagy kihívás neki most, hogy ő most fogja folytatni ezt a kutást, vagy csak marad egy helyen, és akkor ez a kumarák, akik a gyánának az inkarnációja, ahogy Nárad Bhaktinak, akkor ők a gyánának a saktav és avatarjai, és akkor ők mondják, hogy nem, miért csak maradj itt, és csak meditálj, menj be önmagadba, és akkor az elég. Érdekes dolog, hogy ő van egy pont, amikor Gopkumar, van egy pár érdekes dologot, ez arra van szó, mert ugye nekünk itt van a bakti, és mi jogát tanulunk, és meditációt tanulunk. És ahogy Gopkumar úgy próbál gyakorolni az a meditációját, és akkor valaki kijelenti a másik szentek, akik ott vannak, hogy nekem zavar ez a meditáció, mert akadályozza, hogy én tudjam mondani az én mantrámat. És de ugyanakkor az az egyik aspektus, ugyanakkor a másik, hogy
amikor ő mantrázik, akkor elér egy olyan mély szintű meditációt a mantrázással, hogy ott a szentek meg vannak felve, te ezt hogy csináltad ilyen gyorsan? Mi olyan sok időt próbáljuk ezt tökélesíteni, és anélkül, hogy te tudnál valamit, és nem is akarod, akkor te már automatikusan elérted. Szóval ez a gyána. És még hogyha hall sok vitát, és ez a Madhya Madhikájának, ugye háromszintű bakta van, Kanista, Madhya Mutam. A Kanista bakta nincs tájékoztatva, hogy mi a lelki életnek a tudománya, mondjuk, és nem nagyon mély az én bizalma. Madhya Madhikának mély a bizalma, van neki tudása, de nem szükségesen tud válaszolni mindegyik vitára. És Gopka már nem tud válaszolni erre a vitára, hogy most jobb a meditáció, vagy jobb a szankirtan, de végre az ő mantrázása a szankirtan. És ez egy nagyon, nagyon fontos téma, ami később feljön a következő fejezetbe, a harmadik fejezetbe, a bhajanban. És ezt meg a Visnuduták hozzák fel, akik meg a lelki világban vannak, de ők már tudták, hogy ők értik, hallották, hogy volt ez a vita, és ők akarják biztosítani, hogy még ha Gopkumar nem követte ezt a vitát, de amire nem követte, mert nem érzett jól. Nem azért, mert tudta legyőzni, ő nem tudott vitatkozni, Szanátkumar nagyon nehéz lenne vitatkozni. De ugyanakkor nem követte ezt a dolgot, hogy csak merít. Hát ő is úgy onnét elment, hát úgy ment el, hogy egyszer jött Úr Brahma, és mindenki lehódott, mert Úr Brahma a univerzumnak a teremtője, és meg a Kumaráknak a apja. És akkor gondolta, hát hogyha őhez lehódolnak, akkor, mert ő nem tudta, hogy ki ez a Brahma, ki ez a négyfejű, mindig nem tudja. És akkor megkérdezte, ez ki, ez hol van, ez Brahma Loka, és akkor ő csak van, mint tud, elmész a repülőtérre, és akkor akarok, hogy Brahma Loka az egy jegyet, ugye? Szóval akkor ő csak így becsekkolt a mantrájában Brahma Loka, leül, kezd meditálni ezen a vágyon, és megy. Akkor elmegy Brahma Lokába, ahol, de nem azért ment el, mert teljesen meg volt győzve, csak meg nem adta neki azt a jó érzést, és akadályozta ez a meditáció az ő hangulatát gondolkodni, emlékezni Gopalról. És Szanátkoszvámi nem mondja, ez sokszor van említve, de valahogy, hogy Gopának a kedvtelése, Gopán, hogy néz ki, szóval van valami elképzelése Gopkumarnak, ezt nem halljuk, hogy honnét van. Lehet, hogy csak annét van, mert Vrindávanban élt, és ott úgyis mindenki hallott Krishnáról, nem szükséget, viszont nem mit legfelső úr, de úgy hallottak róla, de itt valami dolgokat ugye tud, vagy önmaga a mantrázásból kinyilvánultak ezek a féle dolgok, hogy Gopal hogy néz ki, és hogy játszik, és édes kedve, és szóval ezek a meditáció zavarta ezt, nem tudta intellektuálisan legyőzni, de azért, mert nem fér be a érzésébe, akkor ott hagyta. De amikor találkozik következő fejezetben Vaikunthalók, és akkor ez a bhajan, erről már említettem, akkor a nagyon részletesen kezdenek megint a Vaikunthagyúták magyarázni Gopkumarnak, hogy miért jobb a szankirtan, mint a meditáció, még a baktikus meditáció, még azoknak, akik tiszta vajsnávok, és hogy a legjobb
darsanya, meglátni Krishnát, az az érzékel, a szemmel, nem az elmével. És remélem, hogy ezt majd tudjátok, ez lenne hanem olyan mély vita, filozófia, de itt az érdekes dolog arra, hogy miért megy ilyen részletbe be, mert akarja biztos lenni a Vaikuntha Gyuták, hogy Gopkumar érti. Nem elég, hogy csak érzi, nem elég, hogy van neki az az elég bizalom, hogy ő értje meg dolgokat, és hogy érti, hogy mi a fensége a Sankirtannak, ami nem csak a cél, nem csak a út, hanem a cél is. És ez lesz a bhajan, ahogy így, így van a vége, hogy a Brahmaloka után az univerzumnak a másik hét burkolatán egymás után megy át, és hogy a Brahmaloka az elképzelhetetlen, akkor mindegyik százszor elképzelhetetlen, mint a korábban lévő, mindféle bőséggel, csodákkal, odaadás, más személyiségek, és mindegyikben találkozik a úrnak a formája, aki uralkodik abba a burkolatba, és aztán kimegy Mahakalapur, vagy Brahmajyoti, a felszabadulásnak, ahol a gyánik ugye céloznak felszabadulni a anyagi világ. És akkor itt van egy nagy teszt, hogy el fog merülni ebbe a Brahmanandába, ez az örömébe a felszabadulásnak, jó, nincs több anyagi nehézség, vagy folytatja az utat. És itt azért, mert bhakta, azért, mert úgy nem felejti el a mantráját, akkor az Úr nem engedi, hogy elmerüljön, vagy, hogy van magyarázva, hogy itt vannak a sugárzása, mert ott a Brahmajyotiba az nem csak fény, hanem hogyha olvassátok, nem tudom, 87. fejezet, ahol Arjuna megy Mahakalapurba, és úgy van írva, hogy meg Mahavishnu, ez a Mahavishnu, ez Mahakala. És ez a felszabadulásnak a régiója, és szóval, hogy nem merül Gopkumar be a testébe, mert az Úr nem engedi, és akkor megnyilvánul jön új Shiva, és ugye ott már csak hallunk egy Shivalókáról, oda nem megy, egy pár helyen nem megy, csak hall egy pár helyről. Kailásról hall, oda nem megy, Kailás az van túl Mahakalapuron, túl, nem Vaikuntha előtt van. Aztán később Vaikuntha után nem megy Purushottam Kshetrába, ahol úgy Jagannath van. Szóval ott is van, nem csak itt a világban, hanem ott van Krishna, mint Murti formában. A lelki világban is vannak. Murti. Krishnának még nem mindegy. Murti, vagy ugyanaz az Úr. És de itt akkor ez volt, ez a szint, úgy fejeződik be ez a fejezet, hogy oké, neked most szisztematikusan kell tanulmányozni Srimad Bhagavatamot, mert annál távolabb nem tudsz menni, és akkor visszamegy. Szóval akkor visszamegy, és a következő lesz Vaikuntha, elmegy Vrindávanba, egy, találkozik lelki tanító mesterével, aki most ad neki még szisztematikusabb utasítást a mantrázására, és akkor elmegy Mathurába, és ott a brahmanák oktatják őt a Navamrita Bhaktiba, a hozogódászó szolgába. Szóval így van egy Vaikuntha, és akkor sikerül elmenni Vaikunthába. És Vaikunthába már van.
amennyi említettem, ott Ulla Ryan-nal találkozik, ott él, de időben, ahogy már eddig is tapasztalta, nem baj, hogy hol volt, nem elégedett, mert nem éri el azt a célt, ami keres. Ugye ez a Gopal nem tudja egyenlíteni a üzenetét a mantrájával és Urna Ryan-nal. Még ha Urna Ryan átváltozik Krishnára és Lakshmi Devi Radharanira, legalább úgy néznek ki, de még mindig nem a hangulata a mantrával és a hangulata, amit lát, az nem egyenlő. És akkor innét kap utasítás Narada Muni-tól, és Narada Muni és Udovától, hogy akkor neki kell egy másik helyre menni, szóval, és hogy neki a célja az Goloka Vrindában, és akkor megmagyarázzák, hogy mik a szinten, amin át kell utazni. Ezek a, és akkor úgy érjünk el a ötödik fejezetre, a Vista, vagy a ötödik fejezet, ami úgy van hívva, hogy Prema. Próbálom emlékezni, tudom, hogy vannak van ötféle bakta, és ezek az ötféle bakták, ezek itt vannak képviselve, és Gokumar megy át mindezeken a szinteken. Vannak négyszögű tollhegyek? Nem lehet így. Van a Gyána Bhakta, és van a Suda Bhakta, az kettődé, ugye? Suda Bhakta, aztán van a Prema Bhakta, vagy Prémi Bhakta, azért történik, mert egy szögű azért. És aztán van a... Prémapara. És Prema Asura. És ő megy át ezeken a szinteken. Röviden próbálom ezeket magyarázni. Ez valahol itt a második részre van található. Lehet, hogy az első fejezetben. Gyána Bhakti, ez most nem Gyána Misora-ról van szó. Nem amikor valaki még a Brahma vár, vagy valakinek van valamiféle hajlama a spekulációra, vagy a felszabadulásra, hanem Gyána Bhakti azt jelenti, hogy valaki, aki jobban ragaszkodik a tudományára a bhaktinak, és a szadana bhaktinak a gyakorlatára, mint igazából Krishna felé. Szóval el van a filozófia, nagyon csodálatos filozófia, és az a ragaszkodása, hogy jobban szereti a gyakorlatát a bhaktinak, mint igazából a fő dolog, ugye a fő ragaszkodáshoz Krishna önmaga. És ezek a bhakták mind úgy bhakták, és mind egy szintű tökéletesség, de mind magasabbak. A Suda Bhakti Bhakta az ugye egy ilyen anyávilánszita sunyam, az már valaki, aki
tisztelni. Ennek a példája ez Bharat Maharaj, és ennek meg Ambarish Maharaj, és ennek meg Hanuman, és az Arjun, és az Ugyaba. Azt hiszem, ez egy. És a Suda Bhakta az meg már valaki, aki fejlette, ő neki már Krishna a cél, és tiszta a vágya, de nem érte el szeretetet. Ő neki még nincs a prema. Itt a bhakta, aki eléri a prémát, de még nem merül el a prémának a extázisába, vagy a fejlettebb szinte, ami a prema parabhakti, és a prema atura az, amikor már a bhakták túl mennek azon, hogy ők igazából bhakták, és szeretette vannak Krisnával, ő nekik csak olyan természetes, hogy ők, mint Buddha, Krisnának a rokona. És az a kapcsolat. Szóval a kapcsolat a fontos dolog, nem a szeretet, vagy nem a bhakti, ami a fontos dolog. És ez úgy van magyarázva a könyvben, és Gop Kumar megy ezeken a szinteken át, nézhetitek át, hogy melyik fejezetek korszban felelnek meg ezeknek a helyzeteknek. Visszatérünk, hogy mi itt igazából a formája ennek az egész történetnek. Mi történik? Van egy brahmana, aki Mathurából származik, aki imádja, hol van ez a Kamakya? Azt jött, hogy ez Asszámban volt valahol. Asszámban, igen, van ütkező Kamakya, meg Kamakya az Devi, akinek a családja, és ő se egy tanult brahman, akinek a családja imádja Durga Devi. És egy nap Durga Devi, nem egy nap, egy éjjel Durga Devi megnyilvánul neki, és mondja, imád, ismételd ezt a mantrát, és ebben el fogod érni életnek a tökéletességét. És ez ugyanaz a mantra, amit Gop Kumarka. Szóval itt most kettő kaland van, egyik Gop Kumaré, és másik a Brahmané. És akkor ez a Brahman, ő is járkál mindenhová, és végre elér Mathurába, és Mathurába megy Brindávanba, parikramát csinál, és ott találkozik Gop Kumarával. És ezt az egész mesét az életéről Gop Kumar a Brahmannak mondja arra, hogy tanítja. És úgy nagyon érdekes, az majd kezdődik elő, hogy ott Gop Kumar kicsit gondolkodik, hogy igazából nem illik, hogy valaki magáról beszél. Vajsnagok nem beszélnek magukról. De azért, mert annyira hasonlít a kettőknek a története, a Brahman nem ment máshová, hanem csak a világon, de ő is egyről helyezett a másikra, és akkor itt lett új síva, aztán elhanyagolta a mantráját, és akkor egyszer álmába, akkor megint jött Durga Devi új sívával, és új síva megfenegette, és te mondd ezt a mantrát, és akkor komolyabban ment, és akkor folytat mondani a mantrát, és akkor találkozik Vaisnavokkal, és aztán végre elérkezik az Vanarsivakban, azt hiszem, és aztán végre elérkezik Mathurába. És szóval az egész mese ez arról szól, hogy adja át az ő utát, az ő keresését ennek a brahmanának. És hogy magyarázza a szám végre, hogy ami után Vaikunthából,
hogy éri el a Gopkumar, hogy éri el a lelki Goloka Vrindában, és hogy hogy lép el a lelki Goloka Vrindába, és hogy mik történnek a Goloka Vrindában. És amikor megmagyarázza az egész mesét, akkor Gopkumar elválta, hogy az ő útja, az ő kalandja elég lesz, hogy a Brahmant felhozni a lelki szintre. De nem működik. Brahman még mindig feltételez kötött lélek, nem tud belépni a transzendentális szintre. És akkor majd a néz, megmondom, hogy én miért vagyok itt, hogy ezen reggel hívott engem Simati Várváni a lelki világba, és azt mondta, hogy ott van egy baktám, ugye? Mert Durga Devi az csak egy formája a Simati Várványnak. Itt van egy baktám az anyagi világban, menj le, és szabadíts őt fel. És akkor azért vagyok itt. És akkor megdöbben a Brahman, hogy Simati Várványi őt akarja, és de még mindig nem tud átlépni ezen a anyagi sikon, és aztán végre megöleli Gopkumar. Ami azt jelenti, hogy az a Sudasattva Visésátma, az a transzendent, hát megáldja, kapja a áldását az ő lelki tanítómestereinek, és akkor minden, amit Gopkumar mond, megvalósul benne, és akkor mind a ketten elkezdnek táncolni, és énekelni, és extázisba lenni, és elájulni, és akkor meg ő is, ez a Brahman Sharma, ő is visszamegy a lelki világba. Ugye Gopkumarnak a neve a lelki világba az Sakrupa, ugye? Igen. És érdekesen, hogy ő Simati Várványinak öccse, és akkor a Brahman, ő meg Brahman a lelki világba, és ugyanúgy visszamennek az eredeti lakhelyükhöz. És akkor vissza, 5 percünk van, nem nektek van kérdése, vissza a mi útunk. Szóval valahogy nekünk ez a amikor ti is elkezditek ezt a második részét, ugye Brihadbhagavata Gitának, ami nagyon hasonlít az elsőhöz, mert az első az, hogy ugye ki kapja, melyik bakták kapják a legnagyobb kegyet, akik végre ugye a gópik és Simati Várváni, és ez úgy ugyanaz a üzenet is ki fog jönni, hogy melyik a legmagasabb lakhely, ami a lelki világ, Goloka Vrindában, és hogy milyenféle szeretet és milyenféle élet van ott. Ugye amikor Gopkumar bejön a lelki világba, akkor ő először ugyanúgy néz ki, mint Vrindában. Nem mondjuk a mostani Vrindában, amit mi láttunk, de hogyha elveszük mind a romokat és a szemét és minden más szennyvíz csatorna, akkor ugyanúgy néz ki, mint Vrindában, csak minden úgy sem támadni. És ugyanakkor, hogy közönséges, akkor sokkal több gyönyör és hatalom van mondjuk egy szem porba ott, mint mindegyik univerzum is Vaikunthába, ami van. Van egy rész, amikor Gopkumar magyarázza, hogy és mondja a tanítványának, igazából nem is tudom neked meg szavakkal megmagyarázni, hogy még ez a lelki világ, vagy ezek a lelki tapasztalatok, de azért, mert nincs más, mint szavak, nem tudok más csinálni, mint anyagi példákat adni, mert egy feltételhez kötött lélek vagy, akkor kényszerítő vagyok el így kommunikálni, ami majdnem egy sértés. Majdnem egy sértés a lelki lakhely felé. És akkor hol voltunk?
ó igen, és akkor vissza a lelki világ, és akkor végre úgy elmegy Nandagramba, és akkor azt mondja, nem tudtam, hogy itt most elmentem egy helyre, ahol mindenki a legnagyobb örömöt tapasztalja, vagy a legnagyobb szenvedést. Itten sírnak, és extázisban vannak, meg most a kint van, és még ugye, elment a tehenekkel, tehénpásztor fiúkkal, és mindenki otthon érzi az eltávolását, és de egy nagyon intenzív, egy sokkal intenzívebb, lelki, érzelmi intenzív hely, mint eddig volt, és aztán megkapja a saját szolgálatát, lakhelyét, látja Krisnának a kedvelését, végre elérte és megtalálta Gopalt. Szóval ez nektek is az út, és akkor ami ugye ezekből így ki kell venni, mert végre Sanatana Goswami nekünk írta Brihat Bhagavatamritát, arra, hogy inspirálja minket a mi útunkon, és Vridabrata, hát ez hihetetlen, hogy mennyire határozott Gop Kumar. Ő mindenkiről lemond, ő Krisnáról is más formájából lemond, ő csak folytat. Ő nem akar senki más, ő nem akarja Balmadévat, ő nem akarja Matsya Avatar, vagy ő nem akarja Kámadéva, akit látok. Ő csak megy, ő csak Gopa, és senki más nem tudja elvonni a figyelmét. Se anyagi dolgok, se lelki dolgok, se ilyen viták, vagy más. És még amikor ugye végre megy Vaikunthába, mert ez úgy volt, hogy itt volt Vrindávanba, és aztán végre extázisba, amiután volt képezve a Simrat Bhagavatamba, akkor extázisba kezdett énekelni, kirtánozni, és akkor elájult, és jöttek érte a Vaikuntha duták, akik korábban prédikáltak hozzá, felrakták a nep, és vitték Vaikunthába, és akkor egy másik úton vitték, mint ahogy ő korábban ment, a hosszú úton mentte, láttam. És akkor mondták, igen, és adtak, több száz vitát adtak, hogy miért fogadjak el egy olyan testet, mint az övéké, ugye négy karú test, szarupja, ami ugyanúgy néz ki, mint Urnarájnak a teste, de nem volt hajlandó. Sose nem volt hajlandó elfogadni. Még mindig, amikor elment a lelki világ, amikor Vaikunthába volt, és mind a végtelen hatalma volt, mert ugye a lelki világban mindenki mindent tud csinálni. Szóval átváltozzák a testüket, és más formákat fogadnak el, és minden hihetetlen misztikus potenciáljuk van, de ő rendelkezett mindezekkel a dolgokkal, de nem volt hajlandó. Aztán ő csak egyetlen dolgot, amit csinált, hogy szokott énekelni, és táncolni, és a fuvoláját játszani, hogy ugyanálljon elő. Szóval, és a gantatupam pápam, dzsanána, punyakarmam, dzsirhagrata. Szóval van határozott, volt ez a Gop Kumar, mert nekünk is kell ez a nagy határozott hangulat, minden más nehézség, a kihívás, ami van, menni az út felé. És mi még megyünk Gopalon túl is. Az, mi van Gopalon túl, akkor azt olvassátok, és akkor meg kiderül. Oké, akkor van 10 perc. 9 perc, hogyha van nektek valami kérdés. Csak hogy amikor ő kezdte az adó szolgálatát, mi csak Balmádiával rendelkezett, nem volt elég tudása. Akkor megkapta a Gopal mantrát, ő már az adó szolgálatot végzett, csak hogy a Bhagavatam alapján, tehát mondjuk, hogy a bhaktiból jön gyána is, meg tudás is, meg nem mondás is, tehát mind a kettő. Jött. Hogy ezen az úton jött, hogy végig kellett. Jött. Szóval minden eltörtént a mantrának a kegyénet. De ilyen
folyamatban. És miért tartok ilyen lassan? Mert azért, hogy mi is látjuk ezt a példát, de a másik dolog azért, mert olyan kevés lehetősége volt igazából társulni tiszta vajsnavokkal, akik pontosan megmondják neki, hogy hol van kópa, és minden. Mindig valamilyen más szintű baktákkal találkozol, akik csak arra a szintre vitték fel, ahol ők voltak. Csak amikor Nárd és Uravával, még ha ők is más, mert persze ezek a bakták, hát főleg Vaikuntha után, stb. Tudják a magasabb szintet, de ők mindenkit akarnak meggyőzni, hogy legyenek, ahol ők vannak, az Vaikuntha. És csak Nárd és Uravá végre akkor mondta, hogy nézd, ez neked nem jó, és te nem lesz, sosem leszel elégedett, neked kell folytatni, menni. Még hogyha Urnarayant, ugye mindig, amikor akar menni, akkor látja Urnarayant, és akkor vagy Urnarayant, hogy ne beszéljük róla. Szóval még az is folytatja. Szóval igen. Vászudéva Bhagavati Bhakta Yoga Prajodita Janayati Ású Bajrágya, ugye a nap is a jövőbe folytatom. Szóval jön az út, vagy hosszú úton, vagy rövid úton. Azért ugye szerencsés vagy Prabhupád úgy szervezte meg Krisna tudati mozdalmat, hogy rövid úton kapjuk meg, hogy itt rögtön meg lehet tudni, hogy ugye, mi kigopal, és hogy lehet elérni. És még az is a célja ennek a intézménynek is itt. Valaki más? Mi azt szeretném kérdezni, hogy említetted, hogy ha valaki csapázik, akkor teljesülnek a lelki vágyai és az anyagi vágyak is. És hogyha ez mégsem így történik, akkor az azt jelenti, hogy nem jól csapázik az ember, vagy pedig azt, hogy Krisna nem szeretné, hogy az a dolog történjen. Hogyha nem történik. Igen. Nem, a dolog, de lehet, hogy történik, de látod, hogy milyen időfázisban tudnak történni dolgok. És és persze ezek csak akkor történnek, amikor jól csapázik valaki, vagy legalább arányilag jól csapázik, vagy ha igazából jól csapázik, akkor nem fog anyagi dologra vágyni. És nem az, hogy anyagi vágy van. Kettő dolog, amikor van anyagi vágy, és amikor vágyok anyagi dolgokra. Szóval anyagi vágyok nem lesznek teljesítve, ha valaki rendesen csapázik. De hogyha vágyok anyagi dolgokra a mantrámból, mint ugye mondta, oké, menjünk szvargába, és akkor itt a szvargába, menjünk Brahmalókába, akkor most menjünk az univerzumon túl, és akkor oda menni. Szóval ezek anyagi vágyak, és akkor arra azt kéred a mantrától, akkor azt éri el. De hogyha vannak más anyagi vágyak, amit nem akarunk, hogy teljesüljön, azokat nem teljesítünk. Itt a különbség? Ha Krisna úgy gondolja, hogy az nekünk nem szolgálja az előnünket, akkor nem teljesülnek. Hogyha nagyon szeret. De hogyha nem annyira, akkor lehet, hogy engedni. Szóval, mint ott van Guru Maharaj. Mantrázott, de akart valamit, és akkor Krisna teljesített. Szóval az úgy nagyon különleges, hogy Krisna úgy belép a képbe, és nem teljesít. De akkor Satya Drishtam Atmano Atmanuminam, ugye a Lalkitolja, Kunalalkitoljata. Szóval akkor az a vers az ötödik énekben mondja, de ha Krisna teljesíti az anyagi vágyat, úgy fogja teljesíteni, hogy ne legyen több. Hogy ez igazából tisztuljon. És az a különbség, amikor Krisna teljesít vágyat, és amikor valahogy másról teljesül. Másról teljesül, akkor több vágy jön belőle. Amikor Krisna teljesít vágyat, akkor vége. És
ha egyáltalán nem teljesít, akkor az meg különleges kell. Hogy ez az ötfajta préma, hogy ezek kapcsolódnának a rasszákkal? Ez a préma. Vagy hát, három. Csak hogy, aha, tehát akkor az előttelevő szinteket, ezek a rasszák. De ezek már lehet mondani, hogy ezek már tiszta bakták. Tehát, hogy ezek nem állnak kapcsolatban, hogy bábizalomban van, hogy formában az ötfajta rasszával? Ötfajta fő rasszával? Nem, ezek lelki fejlődés. Szóval ő neki még nem, a Anukuljának is nem, és nem, ő neki fontosabb a bhakti. Ugye ez inkább ugye olyan, mint Rucsi, ezt lehet mondani, hogy ez majdnem ez a Rucsi, és ez az a Sakti. Hát ez már Prémi, szóval ez már Prémi. És akkor itt szinte. Honnan tudja az ember, hogy milyen szinten áll a Krisna tudatban? Ahogy tanulmányozza Srimad Bhagavatamot, és hogy kapcsolatban van más bhaktákkal. Szóval Nityam Bhagavata Sevaya, amikor szolgáljuk a Bhagavatát, személy Bhagavat, könyv Bhagavat, akkor fogjuk tudni, hogy itt hol állunk, tehát hogy hol állunk itt Brihat Bhagavatam utában. Ami úgy fontos, mert Svesve Karmanya Virata, amilyen szinten vagyunk, csak olyan dolgokra van nekünk, olyan dolgok van nekünk kötelességünk, olyan dolgokra van nekünk jogunk, olyanféle eredményt tudunk elvárni. És azért fontos. Szóval ez egy nagyon... hát itt sok filozófia van Brihat Bhagavatam Gitában, de ez egyik üzenete Brihat Bhagavatam Gitának, mert végre ugye mi a Bhagavata Amrita. Ez az eszenciája a Srimad Bhagavatamnak, hogy ha akarunk sikeres lenni a lelki életre, nem lehet elkerülni, tanulmányozni és tanulni nekünk Srila Prabhupád könyvét. Lehet, hogy a mahamantra az a mindent elérhető a mahamantrával, de hogyha akarjuk gyorsan elérni és időben elérni, és nem akarunk kalandozni, mint Kumarak, hogy hosszú időig, akkor ezt kell, és ezért kell fel Prabhupád éjfélkor, és 6 órát fordított minden más mellett, amit ő csinál, szóval adni nekünk ezeket a könyveket. Ha nem volt olyan fontos, akkor más dolgot is többet tudott volna prédikálni, többet tudott volna utazni, de Prabhupád mondta, ez a missziója, ugye a missziója volt átadni Srimad Bhagavatamot nekünk. És akkor így meg is állunk. Köszönjük szépen! Jó utat! Hare Krishna!